Dobai János, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, aki első kézből szolgál a legfrissebb információkkal, a következőket nyilatkozta. Dobai János mezőgazdasági titkárhelyettessel beszélgetünk. Az aratás megkezdődött, az őszi árpát betakarítottuk, az olajrepcét is. Az időjárási viszontagságok végett a buza betakarítása még várat magára. Az árak körüli vitában, az árak körüli kialakulásban van a probléma. Mit tud erről a titkárhelyettes úr mondani? Én azt nem csak az árak, hanem általában tehát a buza átvitele az a probléma. Sajnos most már ismétlődik évről évre az, hogy az aratás kezdetén nem tudjuk azt, hogy egyáltalán valaki, és az a valaki is, hogy milyen főtelek mellett tehát vásárolja fel és veszi át a felesleges buza mennyiséget. Az idén Vadaságban mintegy 301 ezer hektáron van gabona termesztve, ami nem éppen kis terület, tehát nekünk kell figyelmet kell erre fordítanunk. Ugyanakkor el kell mondani sajnos az, hogy a tartományi titkárság, de nyugodtan elúttal is, hogy tehát a minisztérium is sajnos sokat jelen pillanatban nem tud beleavatkozni a felvásárlás körüli gondokba, az árak kialakulásába, hisz az állam, ami annak idején úgy gondolom azt, hogy egy rossz lépés volt, levette a kezét nem csak a búzáról, hanem a többiről is, a többi termékről is, így a vad piac alakítja ki a fejteleket, az átvételt, az árat, és persze, hogy ilyenkor mi szokás lenni is, tehát a feldolgozóipar és általában tehát az a 4-5 monopól cég, amely az egész szerbiai, tehát buzapiacot is uralja, és akiktől függ az, hogy milyen áron lesz tehát a buza kifizetve. Őnek persze nem érdekel az, hogy a termelőt kifizessék megfelelő áron. Sajnos jelen pillanatban gond valóban tényleg az átvétel, hisz a 9-10 dináros ára az annyira alacsony ár, hogy szinte nevetséges. Mi a titkárságon, ezért javasoltuk azt, hogy az állami árutartalékok legalább 200-300 ezer tonna buzát vegyenek át a termeléktől 14-15 dináros áron. Én őszintén mondva nem sokat remélek, hogy ennek a mi felhívásunknak, követelésünknek lesz valami foganatja, hisz ismerve az államot, ismerve azt, hogy a minisztériumnak, a mezőgazdasági minisztériumnak milyen kevés a költségvetése, nem látok nagy lehetőséget arra, hogy ezt a zárótartalékok meg is tudják csinálni. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy késéssel fogadta el a szerb parlament a közraktárokról szóló törvényt is, amely részben tehát tudna enyhíteni a termelőknek a problémáit, hisz az állam által kijelölt tehát közraktárokba a termelő el tudna helyezni a gabonáját, kapna ezért értékpapírt, amelyet akkor értékesítene, amikor tehát a legjobbak a feltételek, tehát úgy árban, mint kifizetésben is. Ez sajnos valószínűleg, hogy már mostani hatáskor nem fog működni az állam, tehát megkésett ezzel az intézkedéssel is. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy az utóbbi időben, tehát van egy javaslat arra, hogyha a termelő, tehát mechanizáció, traktort, kombányt vásárol, akkor épp a közraktárakon tehát keresztül az állam tehát garantál, hogy 3 dinárral drágában fizeti ki a búzát. Tehát egyedül abban látom a megoldását, hogyha tényleg valamilyen módon az állam komolyabban beleavatkozna. Befejeződött a labdarúgó idény a Begaszentgyörgyi Magyarcsányai Községközi Ligában, a Pionír korosztályban is, amelyben az olimpia fiataljai versenyeztek. Az eredményekről, tervekről Rúzsa Tibor edzőt kérdeztük. Befejeződtek a küzdelmek a Magyarcsányai Begaszentgyörgyi Községközi Liga Pionír korosztályában. Rúzsa Tibort kérdezem az olimpia edzőjét, hogyan van megelégedve az eredménye?
Hát az eredményekkel meg vagyok elégedve, habár lehetett volna egy kicsit jobb is, mivel tavaly elsők lettünk ebben a szezonban, most a második, harmadik helyet osztjuk a Csöszteleki Napredakkal. Hogy bővebben egy kicsit beszámoljak, az ősz folyamán 12 meccset játszottunk le, abból a 12 meccsből 9 meccset megnyertünk, egy veresség út is két döntetlen. A tavaszi bajnokság folyamán itten 8 meccs volt, abból a 8 meccsből 5-öt nyertünk, 2 döntetlen és 1-et elvesztettünk a Karagyorgyev, és 2-t vesztettünk a Karagyorgyevói jedényszlótól. A döntetlen pedig 1 volt a Csöszterki Napredakkal. A bajnok idény befejeztével azonban nem álltatok meg az edzésekkel. Tudtommal foci iskola kezdődött Begasszentgyörgyön. Mit tudnál erről mondani? Igen, az edzésekkel nem álltunk le, folytassuk tovább az edzéseket, úgy a pionírokkal és a serdülőkkel is, mind a két csapattal, mert ahogy mondtad, nyílt Zsitisten egy fotballiskola, és abban vannak tordai játékosok is. Van egy 5 játékos, aki szerepel a zsitistei begély színeiben. A játékoson kívül tudtommal egy edző is van tordáról, aki igen, én vezetek egy generációt, mert ottan föl vannak osztva a generációkra, és a szombaton voltunk Pancsevon egy ilyen tornán. Ennek a focisulinak a létrehozásával valójában ki az, aki létrehozta, és mi az elképzelése? Ezt a futballiskolát a Zsitistén hozták el létre, egy 3 tagú csapat, aki van elnök, titkár és pénztárnok, és ezek vezetik ezt az iskolát. Az elképzelése pedig az, hogy a községből a tehetséges játékosokat egy csapatba tömörítsék, hogy nagyobb legyen a kvalitét az egész csapatnak föltűteni, de ugyanúgy megmarad itten falvakon és másik községekben is a csapatok. Hát részt fognak venni ilyen különböző tornákon, mint ahogy említettem, most Pancsevon voltak, 19-én júliusban és 20-án részt fognak venni a Csikkenfest, ami Zsitistén fog megtartani. Ami azt illeti, ezzel a szakmunkát fogják erősíteni, de azonban a bázisokban, tehát a meglévő együttesekben is ezek szerint komolyabb munka várható. Igen, az a cél, hogy minél nagyobb tudást kapjanak a gyerekek is, hogy nagyobb, ahogy mondtam, kvalitét legyen egy helyen. Visszatérve az olimpia csapatára, mik a terveid? Pihenőt adsz nekik, vagy esetleg tovább folytatjátok? A pihenőről még nincs szó azért, mert terve van még véve a gyerekek a pioníroknak egy szabadkai föllépés, ahol a Spartakkal és a Bácskával van egy meccsre beszélve. A bajnoki idény kezdetét, tehát a következő évben az mikorra várható, és lesz-e átszerveződés a ligában? A bajnoki időnyt, hát én gondolom, hogy ugyanúgy, mint másképp szeptemberben fogják elkezdeni. Az átszervezésről nem hallottam semmit, de én gondolom, hogy marad ugyanúgy, de majd nálunk lesz a játékos keretben egy kis átszervezés. Ennyi volt mai krónikán, köszönöm kedves figyelmüket, tartsanak velünk a Tordai Krónika következő kiadásánál és a viszontlátásra!